csak nem 700 millió forintból fejleszti az M35-ös ipari park infrastruktúráját Hajdúböszörmény. A 8 hektáros terület kiajánlásában és a leendő befektetők felkutatásában nyújt segítséget a városnak az EDC Debrecen. Az együttműködésről megállapodást írt alá Kis Attila, Hajdúböszörmény polgármestere, és Póser Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője, május 24-én a Városházán. Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Pap László Debrecen polgármestere is. Köztudott, hogy Hajdúböszörmény városa két jelentősebb összefüggő területi ipari övezettel rendelkezik a város határában, melyek megszerezték az ipari parki címet is. A Hajdúböszörményi keleti ipari park területén megközelítőleg 20 cég talált otthon. Itt jelenleg kisebb szabad terület áll a befektetők rendelkezésére. A város nyugati részén az M35-ös autópálya és lehajtójának közvetlen közelében lévő M35-ös ipari park, nyugati ipari park, viszont kevésbé kihasznált, nagyobb fejlesztési területtel rendelkezik. Az M35-ös ipari park több mint 8 hektáros területének fejlesztésére Hajdúböszörmény 667 millió forintos támogatást nyert 2017-ben. Ebből a forrásból építi ki az ipari park alapinfrastruktúráját, elvégzi a közművesítést és a rendszert ráköti a városi hálózatra. A fejlesztés része az ipari parkhoz vezető Újvárosi utca korszerűsítése is. S miért jelentős Hajdúböszörmény szempontjából az együttműködés, ezzel kapcsolatban Kis Attila polgármester a következőket mondta el. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű, vagy ilyen léptékű együttműködés, ez nagyon fontos. Polgármester úr, Pap László polgármester úr is említette, hogy a Debreceni Gazdasági Agglomerációs Tanács első konkrét megállapodása, vagy első konkrét eseményén vagyunk most, amikor aláírta a debreceni székhelyű EDC gazdaságfejlesztő cég Hajdúböszörmény városával ezt az együttműködést. Azért nagyon fontos, mivel azt tudjuk, hogy Debrecenben nagyon sok nagy cég költözött, illetve költözik jelenleg is be az ipari területekre, és ugye a legnagyobb, talán mondhatjuk a BMW, az tőlünk Hajdúböszörménytől 8-10 perc távolságra lesz az autópályán keresztül, tehát számunkra nagyon-nagyon fontos az, hogy mi milyen területet tudunk bevinni ebbe az együttműködésbe, hogyan tudunk csatlakozni ehhez az agglomerációs tanácshoz. Mivel Hajdúböszörményben 8,5 hektáron most építjük ki az ipari park infrastruktúráját, és azt is tudjuk, hogy mellette egy 60 hektáros állami további fejlesztési tartalékterület van. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 70 hektáros területet tudunk hosszú távon ipari fejlesztési területként fölajánlani, vagy ezzel tudunk csatlakozni a Debreceni Agglomerációs Gazdasági Tanácshoz. Ez már azért Debrecen számára is fontos, hiszen azért 70 hektár az egy jelentős terület. Én nagyon bízom benne, hogy ez az együttműködés, amely Debrecen városa, Hajdúböszörmény városa és az EDC, a gazdaságfejlesztő cég, amely egyébként félértés ne essék, ez Debrecen város cége, tehát nem egy piaci szereplő, ez Debrecen város cége, között létre fog jönni, ez mind a három szereplő, Debrecen, Böszörmény, illetve a cég szempontjából is hosszú távon egy eredményes, egy nagyon szép együttműködés lesz. Debrecen szempontjából is előnyös az együttműködés, tudtuk meg Pap Lászlótól, Debrecen polgármesterétől. Debrecen az elmúlt években rendkívül jelentős eredményeket ért el a gazdaságépítés, a gazdaságfejlesztés területén, de meggyőződésem, hogy önállóan, szigetszerűen, hosszú távon fenntartható fejlődést produkálni nem lehet. És abban vagyunk érdekeltek, hogy ne csak Debrecen, hanem a szűkebb agglomerációja is, és tágabb értelemben pedig a régió is fejlődni tudjon. Néhány héttel, hónappal ezelőtt elindítottunk egy gondolatot a Debreceni Agglomeráció Fejlesztési Tanácsával kapcsolatban, és ennek a gondolatnak az első konkretizált mérföldköve és megállapodása a Debrecen és Hajdúböszörmény között létrejött megállapodás, amely azt a célt szolgálja, hogy Hajdúböszörmény gazdaságfejlesztési folyamatai olyan sikeresek legyenek, mint Debreceni. Azok a tapasztalatok, azok az eredmények, amelyek Debrecenben az elmúlt időszakban fölhalmozottak, azok jól használhatóak itt Hajdúböszörményben is. A két város között
Jelenleg több mint 400 hektáron zajlanak ipari parkfejlesztési munkálatok a debreceni északnyugati gazdasági övezetben. Én meg vagyok győződve arról, hogy az a gazdasági sikerfolyamat, amely jellemezte Debrecent az elmúlt években, annak lesz egy második hulláma, és ez a hullám jelentős részben fog koncentrálni az agglomeráció városaira. El kell mondjam, hogy Hajdúböszörmény az egyik legsikeresebb és legnagyobb lehetőségeket tartalmazó város, hiszen polgármester úr vezetésével Hajdúböszörmény eddig is olyan gazdaságpolitikát, gazdaságfejlesztési politikát folytatott, amely a jövőt építette, és jelenleg is jelentős ipari infrastruktúra rendelkezésre, és vannak olyan fejlesztési folyamatok, amelyek ezt még bővíteni fogják. Erre a közös sikerek eredmények érdekében rendkívül nagy szükség van. Pósár Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője az együttműködési megállapodással kapcsolatban a következőket mondta el. Amiben mind nagyon sokat tudunk szerintem segíteni az, hogy van egy közel 5 éves tapasztalatunk, hogy az ipari befektetőkkel hogyan kell bánni, nagyon egyszerűsítve, mi az, ami fontos nekik, mivel tudjuk ide vonzani őket. Ha csak egy nagyon egyszerű példát hozok, hogyha van egy érdeklődő, akkor ő nekünk küld egy kérdést angolul, amiben gyorsan kell válaszolnunk, 1-2 napunk van. Itt mi már elkezdtünk a háttérbe dolgozni, hogy pontosan megértsük, mi az, ami van most jelenleg, vissza tudunk jelezni a vezetésnek, mi az, ami még hiányzik, mert fontos lesz, mert tudjuk, hogy egyből fogják tőlünk kérdezni, és hogyha sikerül beültetni a bogarat a befektetők fülébe, akkor pedig ide fogjuk hozni ezeket a befektetőket, fogjuk a kezüket, előkészítünk tárgyalásokat, végigvizsük a tárgyalásokat, ugye ezek mind angolul mennek, tudjuk, hogy milyen kérdések szoktak lenni, és utána végigkövetjük az egész tárgyalást, és remélhetőleg, azért ez nem egy egyszerű folyamat, fogunk tudni befektetőt is hozni ide.